Sziasztok, kedves nézők! Először is mindenkinek nagyon szép napot kívánok! Készítsünk együtt egy tejszínes, kókuszos krémest. Nagyon egyszerű dolgunk lesz, lássunk is neki! Elsőként a piskótát fogom kisütni, és ahhoz a hozzávalókat elő is készítem. Azt, hogy miből mennyit használtam, a leírásban fogjátok megtalálni. Lássunk is neki, a tojásokat egyesével ketté választom, mind a kettőt fel fogom verni, a fehérjét egy kis sóval, cukorral habbá verem, a sárgájához vaníliás cukrot és egy pár kanálvizet fogok hozzáadni, és azzal együtt habosítom, de mutatom is nektek a folyamatot. Miután a tojásokat szépen kihabosítottam, a sárgáját óvatosan hozzákeverem a fehérjéhez, és próbálom minél óvatosabb mozdulatokkal elkeverni benne, hogy ne törjön össze a fehérje. Egy spatulával, széles, nagyobb mozdulatokkal alulról fölfele próbálom meg egyenletesen összedolgozni. Miután ez a folyamat kész, mérek ki egy kis lisztet, amit szintén óvatos mozdulatokkal elkevergetek benne. Közben elő is melegítem a sütőt, 175-180 fokon javaslom a sütését, nagyon sütőfüggő, körülbelül 20 perc alatt készre is fog sülni. Az elkészült masszánkat egy sütőpapírral bélelt tepsire fogom önteni, és mehet is a sütőbe.
Én nagyon-nagyon szeretem ezt a piskóta alapot, úgyhogy mindenképpen ajánlom, hogy próbáljátok ki. Szépen elsimítva tehetjük is a sütőbe, és ameddig sül a tésztánk, addig készítsük el a kókuszos krémet a tetejére. A krémhez egy vaníliapudingos alapot fogunk készíteni, amihez a tej kétharmadát beleöntjük egy lábosba, elkezdjük langyosítani, és a maradék tejbe pedig elkeverjük a pudingport, a cukrot, amit a langyos tejhez vissza fogunk önteni, és folyamatos kevergetés mellett sűrűre fogunk főzni. Mutatom is a folyamatot. Eközben a piskótán végzek egy tűpróbát, még egy pár perc és kész is. Ilyen csodálatos lett a lapunk, fantasztikus illata van, nagyon-nagyon puha is, úgyhogy tényleg ez egy nagyon jó kis piskóta alap. Közben a pudingunk el is kezdett sűrűsödni, folyamatosan kevergetjük, nehogy leégjen. Majd amikor kész, tegyük félre és hagyjuk teljesen kihűlni. Eközben készítsük el a krémünk további hozzávalóit, amihez kimérek egy kis margarint, illetve porcukrot, amit gép segítségével ki fogok habosítani. Miután kész és a puding is teljesen kihűlt, a kettőt összeöntöm és simára fogom keverni. Végül hozzá fogom adni a kókuszreszeléket is, amivel szintén egyneműsítem, de mutatom is a folyamatot. El is készült a nagyon finom kókuszos krémünk, amit a piskótára egyenletesen rá fogok simítani. Én fogok hozzá használni tortafóliát, de egyébként az teljesen elhagyható. Ajándékba fogom vinni, nagyon szeretném, hogy szép legyen a széle is, de anélkül is tökéletes lesz, higgyétek el.
Miután a krémet szépen elsimítottam rajta, kimérek habtejszínt, hidegen, és pár perc alatt keményé fogom verni. Kész hab jöhet a krém tetejére, amit szintén elsimítok egyenletesen a tetején. Ez tényleg egy nagyon puha, krémes és szaftos sütemény lesz, még napok után is, úgyhogy mindenképpen ajánlom, hogy próbáljátok majd ki. Nagyon-nagyon finom lesz, főleg a kókuszrajongóknak kötelező. A süteményünk már is elkészül, nincs más dolgunk hozzá, mint megszórni egy kis kókuszcsipszel, szeletelt kókusszal, vagy hogyha ilyet nem találtok, akkor kókuszreszelék is tökéletes. Gyönyörűséges lett, és nagyon-nagyon finom. Mutatom, hogy milyen felszeletelve. Ti is készítsétek el bátran. Tényleg nagyon-nagyon finom sütemény. Nagyon jó étvágyat kívánok nektek hozzá, további szép napot, ha tetszett a recept, kérlek nyomjatok egy lájkot, kövessétek be a csatornát, és találkozzunk legközelebb is. Sziasztok!